viccesnek kell lenni. Igen, főleg ezzel a kis csinos mokkával. Ki az, aki képes annyit tenni, hogy csődbe vihetné itt az éttermet a faluban? Vagy a Hárai Balázs, vagy a Vámos Marci, ez egy nagy, ezt nem tudom eldönteni. Szerintem a Vámos és a Pufi. Szerintem a Marci meg a Szili azok így válvetve azért ezt tudnák hozni. Hát az a Vámos, az fixen. Ugye nekem szobatársam, és ott vannak bekészítve a sushik, meg a rizs, meg a dinnyék, tehát ő egy percig se éhezik. 11-12-ben nagyon sokat ettem, tehát ott vékony voltam, és amiatt akartam egy kicsit hízni, de most már azért visszavettem, most már egy a korba benne vagyok, már nem úgy reagál a body. Szerintem még ma is megy majd még egyszer vacsorázni. Figyel arra, hogy mit eszik, de például amikor olyanában voltunk, volt egy kiló rizst magába megevett, úgy köret gyanánt. De tényleg egy ilyen pupozott tányér csak rizs. Mindig azt mondja, hogy te Szili, nem vagy éhes, nem vagy? Mondom, Marci, most tettünk meg egy fél disznót, de ő akkor is éhes. Együtt szoktunk menni kajálni, és többiek már rég elmennek, amikor mi még azért szegetünk valamit. Megrágom minél többször. Így összefűzték ezt, hogy többet esznek, de gyorsabban is kell lenniük. A jelenlegi csapatból azért sokat tud enni az Angyal Dani is, meg a másik Szili. Lehet még a Pufi is azért. Pufi hektikusabb, én azt látom. Marci meg a Szili, ők azért úgy tudnak mennyiséget is tolni. Odafigyelnek, úgyhogy szerintem sokat is fogytak, főleg a Pufi, bár nem látszik rajta. Ki a legnagyobb social media guru a csapatban, aki a legtöbbet nyomkodja a telefonját? Hát a Maherc egyértelmű. Ez a Manu lesz, szerintem ez a Manu. Manu. Szerintem én nyomkodom a legtöbbet. Jó a válasz, mindenki ezt mondta? Állandóan nyomkodja vagy az Instagramot, vagy a WhatsAppon, épp a kedvesének ír. A legelső, aki azért mindig kirakja, hogy mi történik, hogy történik. Most annyira nem vészes a Manu. Volt, amikor vészes volt, és ilyen élő videókat indított minden este, és minden hülyeség. Közös ebédeknél, meg közös, mikor így a csapat együtt van, azért korlátozzánk, tehát akkor nem telefonozhatunk. Ma, hogy a Tomi rászól, amikor észreveszi, de nem akkor, és mondjuk nem olyan a szituáció, akkor mi is azért rá szoktunk szólni. Az idősebb játékosok azok szóvá teszik, hogy szüneteltetnem kéne, vagy néha egy kicsit pihennem, de hát ez benne van. Ki a legkeményebb játékos a csapatból, akitől az ellenfelek a legjobban rettegnek? Hát a Dumi az soha nem marad adós, azért azt tudom. Szerintem mindenki a Hosit mondanám. Hosi. Vele nem akaszkodnék össze. Van egy ilyen aurája, ami ezt is hozza, meg régen az ütött is olyanokat, amik fájtak. A Hosiról rengeteg sztori van, hogy vele nem jó újat húzni. Nem egyszer volt még így ellenfélként is, hogy látom, hogy a Hosi így rázza az ujjat. Lehet, hogy eltört, akkor még hogy ellenfélként, és akkor így mondtam, hogy lehet, mikor eltörted majdnem az orromat, és akkor, ja nem, az nem te voltál. Vasasban játszottam, én meg azt hiszem az Egerbe, és még fiatal voltam, még nem is ismertük egymást annyira. Azzal nyitott, hogy egy torokra mért ütéssel így jelezte, hogy én így most egy kicsit nyugodjak meg, és ne ficánkoljak. Ő tényleg nem lesz, hogy nem marad adós, de ő vele nem is kezd ki senki. Senki. Kis torokpori. Azt nyomott így a torkomra, úgyhogy nem is úszkáltam nagyon utána. Szerintem Angyal Dani az, aki úgy a legmasszívabb. Látszik, hogy így a japánok is őt próbálták kerülni. Szerintem talán a Marci elég erős és elég agresszív. Hát. Mindig mondja nekem, mert ezt mindjárt kivitem, ezt kis japánokat is, szegényeket úgy kentedek ki, hogy már én nyugtattam, hogy nyugi, hát fele akkora, mint te, hát ne bántsad már. Van-e olyan, akit esetleg nem mernél bevállalni szobatársnak? Nincs. Egyedül vagyok, úgyhogy most könnyű ügy. Szerintem biztos lennének egy páran. Én ilyen kijövök mindenkivel, hogyha nagyon nem akarunk beszélgetni, akkor én abban is benne vagyok, hogy végighallgatunk két hetet. Én most az Angyal Danival vagyok, vele így jól el vagyunk, így elég sokat alszunk, meg elég csendesek vagyunk. Mondjuk aki ilyen kicsit ilyen hangosabb, mondjuk a Manó, akit így gondolom így, és mindig így magyaráz. Igen, a Manó az túl. Igen, ő sokat beszél. Ki a legnagyobb mókamester a csapatban? Pufi. Hát ez a Pufi. Szerintem a Pufi. Szerintem ez a Pufi, ez egyértelmű. Pufi. Van egy ilyen arcszerkezete. Neki mindig hallani a hangját hátul a buszon, szeret is hülyét csinálni magából, és viszont szeretünk rajta röhögni. Nem is biztos, hogy meg kell szólalnia. Nem tudom, hogy honnan szedi ezt a sok hülyeséget, amit ő mondani tud, de tényleg így ömlik belőle. Van egy-két nagyon gyenge poénja is, azt hozzáteszem. Hogyha jó kedve van, nem tudom, jól van lakva, akkor azért neki szokott tájpoénkodni.